Hello mindenki, szevasztok, ez itt a Restart, élőben informatika, ha engem láttok a képernyőn, nagy valószínűséggel tudhatjátok, hogy erről lesz szó. Úgyhogy erről lesz szó, itt a Fix TV-n, én a Vendi vagyok, ha valaki esetleg nem ismerne még, akkor bemutatkoztam. Úgyhogy kezdjünk is bele rögtön, vannak elérhetőségek, azokat szokás szerint tudjátok használni itt a műsor folyamán, van egy Facebook oldalunk, facebook.com/fixhd, ezt lehet lájkolni, illetve itt lehet az élő adást is nézni, hiszen Facebook live-ban is toljuk a Restartot rendszeresen. Skype, illetve telefon még azok az elérhetőségek, amiken keresztül, hiszen a műsor élő, be tudtok ide kapcsolódni hozzám, és tudtok kérdezni, vagy akár hozzászólni az itt elhangzott témákkal kapcsolatban. Tegyétek ezt! Kezdem is rögtön a legfrissebb IT újdonságokkal. Napi S10-es rovatunk következik így elsőként. Kicsit az olyan, mintha már valami támogató lenne itt a Galaxy szériát gyártó cég. Már a nevét sem merem kimondani ebben a kontextusban, megkapom a fejemre, ami odavaló. De hát ugye hamarosan bemutatják a Samsung Galaxy S10 széria készülékeit. Azért beszélek többes számban, mert ugye rögtön három is fog érkezni, sőt elvileg egy negyedik is majd később. De február 20-án ugye... nem sokára bemutatják a készüléket, amit már nagyon-nagyon sokan várnak. Rengeteg fotó, renderelt kép, videó szivárgott már ki a készülékekről, főleg a csúcsmodellről, de egyébként hát mindig csúcsmodell, de azért lesznek különböző verziók belőle. Most a puritánabb verziójú S10-ről lesz szó, méghozzá az S10e-ről. A nagyobb felbontású renderelt anyagok a WinFuture jóvoltából bukkantak föl, míg az élő képeket anonim források tették közzé. Minden szivárogtató egyetért azonban azzal, hogy a Galaxy S10e gyakorlatilag az iPhone XR riválisa lesz. Majdnem azt mondom, hogy klónja, hát klónja nem, de riválisa. Tehát ez lesz az olcsóbb S10. A kijelző itt lapos lesz, a káva valamivel vastagabb, mint a drágább modelleknél. Az új lenyomat olvasót oldalra a bekapcsoló gomba rejtik majd el. Ez is egy érdekes dolog, hogy nem a kijelzőben lesz, nem hátul, hanem a bekapcsoló gomba lesz az új lenyomat olvasó. Az előlapra egy darab selfie kamera kerül, a hátlapra pedig dupla kamera. Az S10, illetve S10 Plus modellek már tripla hátlapi kamerával érkeznek, lekerekített szélű kijelzővel, vékonyabb kávával és képernyőbe épített ultrahangos új lenyomat olvasóval. Ez ennél a készüléknél még nincsen. Az S10e a nagyobb modellekhez hasonlóan fehér, zöld, illetve fekete színekben lesz elérhető. Ennek a modellnek a vételára jóval kedvezőbb lesz majd. Ennek ellenére ugyanazt a csúcslapkát kapja majd meg, mint a prémium modellek, tehát gyakorlatilag belül szinte minden ugyanolyan lesz. Az alapkonfiguráció mindhárom modell esetén 6 GB-nyi memóriával és 128 GB-os tárhellyel érkezik majd, amely microSD kártyával ugye bővíthető. A drágább készülékekben 512 gigabájtos háttértár is elérhető lesz majd. A képernyők átmérője 5,8 hüvelykes, 6,1, illetve 6,4, most gyakorlatilag mindegyik modellről beszélünk. Az E az a legkisebb lesz, ugye várt, az 5,8 hüvelykes. Az akku méretek 3001, 3004, illetve 4100 mAh-órások lesznek. A legkisebb modell, amiről most szó van, ez a 3100. A hátlapi kamera elvileg ugyanaz lesz, mint a Note 9-esben, az E, tehát az S10e modellnél. Felturbózott gépi tanulási algoritmusokkal lesz pluszban felszerelve. Az S10, illetve S10 Plus egy ultraszéles látószögű harmadik lencsét is kap, ezt nem kapja meg az E modell. Hát a vételárakról nem beszélnék, csak maximum ilyen érintőlegesen. 750, 900, illetve 1000 plusz euró körül lesz nagy valószínűséggel. Ennyiért lehet majd hozzájuk jutni. Az élő képek Kínából származnak, egy prototípusról készültek, és passzolnak a renderelt képeken látottakhoz.
És hogy miért S10e és miért nem S10 Lite, erre is választ kaptunk, a Samsung szerint állítólag a Lite jelző nem mutat túl jól egy csúcskategóriás készülék nevében, és ebben egyébként egyet érthetünk. Tehát mi az, hogy Lite? Abból mindenki azt gondolja, hogy hát akkor ez nem is olyan jó, hát ez csak egy lightos verzió, ez egy butítottabb, ami részben igaz, de mivel gyakorlatilag belül a processzor szempontjából, illetve a lapkakészlet szempontjából ugyanarról beszélünk mind a három készülék esetén, ezért ez ebben a formában nem igaz. Tehát, hogy az, hogy kevesebb kamera lesz benne, az, hogy az új lenyomatolvasó nem a képernyőbe ágyazott lesz, ilyen fő különbségek vannak, de ugye ez nem jelenti azt, hogy rosszabb lenne ez a telefon, csak lightosabb, úgymond. Úgyhogy ezt fogjuk ezen túl mondani, valami lightosabb, hogy Jó. VLC playerről szeretnék nektek egy picit beszélni, ugye a világ legkedveltebb videó lejátszójáról van szó, azt gondolom mindenki ismeri, aki nem, az szégyelje magát, mert ezt így illik ismerni. És hát az az igazság, hogy látványos megújulás lesz nem sokára a VLC playerben, érkezik a 4.0-as verzió, végre korszerű, modern kezelőfelületet kap majd az új VLC, ami egyébként a 3D-s és a VR tartalmak lejátszására is alkalmas lesz a jövőben. A FOSDEM konferencia alkalmából a VLC vezető fejlesztője betekintést engedett a nyílt forráskódú kereszt platformos média lejátszójának a jövőjébe. Nyílt forráskódú ugye azért, mert sokan fejlesztik, és gyakorlatilag ingyenes, és elérhető a forráskódja is, tehát bárki tetszése szerint, ha tud programozni, beleírhat, vagy átírhat, vagy kiegészítheti a lejátszót. A kereszt platform az meg ugye azt jelenti, hogy mindenféle platformon elérhető, tehát Windowson, Mac-en, Linuxon, minden. Nincs olyan operációs rendszer, de szó szerint tényleg. Tehát még Raspberry Pi-n is működik a történet. És ugye hát a VLC ebből a szempontból is a világ legnépszerűbb videó lejátszója, illetve média lejátszó egész pontosan, mert nem csak videót tud lejátszani, hanem gyakorlatilag hangot is, streameket, még YouTube videókat is lehet vele nézni, hogyha valaki esetleg arra szeretné használni. A 4.0-as a verzió ugye a motorháztető alatt is változtat a videó kezelésén, támogatottak lesznek a 3D-s, illetve a VR tartalmak, illetve az androidos VLC-ben lévő média könyvtár más platformokra is megérkezik majd, ugye aki már Androidon is használta meg, hiszen ugye ezen is elérhető, az már tudhatja, hogy miről van szó, mert ott már kapásból így fejlesztették ki. A legnagyobb változtatást azonban mégis az új modern kezelőfelület jelenti, a VLC régóta a legjobb a maga kategóriájában, bármilyen videó, illetve hangfájl lejátszásával megbirkózik, de sajnos úgy néz ki, mintha a Windows 95-höz tervezték volna, és ebben is van igazság, tehát elég gagyeszkó a kinézete a lejátszónak. Az új kezelőfelületet jelenleg is készítik, de némi betekintést már engedtek a program jövőjébe, a felület félig átlátszó lesz, vagyis a videó tetején látszódnak majd a menüelemek, illetve a vezérlőgombok. A user interface az adott rendszerhez is igazodik, vagyis a Windows 10-hez, az Androidhoz, az iOS-hez, a Linuxhoz, vagy a Mac-hez, vagy bármelyik verziót nézzük. Majd mindjárt mutatok róla egy-két képet, illetve képes lesz támogatni fogja már az AV1, a WebM, illetve a HEIF videóformátumokat is a jövőben. A VLC 4.0 futtatásához legalább Windows 7-es operációs rendszerre lesz szükség, Androidból a 4.2-es Androidnál fölfelé lesz támogatott, iOS esetén az iOS 9-től fölfelé, macOS esetén pedig a 10.10-es verziótól fölfelé lesz támogatott egyáltalán a működése. Hát két képet tudok nektek mutatni, mindenki dönts el, ez ugye a média könyvtár része, ugye nagyon hasonló már Androidon már szerintem láthattátok, hogy néz ki, hogyha valaki esetleg azon használja a VLC-t. Kapásból dark módos, ez mondjuk, tehát mióta megjelent dark módos, jó, ez nem igaz, de mert az első verzióban még fehér volt a felület, most már jó ideje szürke, illetve itt láthattok még egy képet, amiben szintén látod, hogy játszik le mondjuk egy videót, és itt oldalt lesznek majd a playlistek, tehát hogyha szeretnétek sorba lejátszani videókat, akkor ide kell pakolgatni, és akkor sorba lejátsza őket. Megjegyezném egyébként,
hogy jelenleg is skinezhető a VLC, tehát ez ebben a formában nem igaz, az alap, már hogy ronda lenne, ronda, az kétségtelen, az alap VLC, viszont már most is lehet skineket letölteni hozzá, mert át lehet dizájnolni. Tehát a jelenlegi lejátszó is az asztali verziókban legalábbis, és Windowson, nem tudom, hogy Linuxon is van-e ilyen lehetőség, szerintem egyébként igen, de lehet változtatni a kinézetet, ezt az opciót is meg fogják hagyni, tehát vissza lehet állítani, hogy a klasszikus nézetet, amiben ugyanaz a gagyi lejátszó felület lesz, mint amit megszokhattatok. El is indítom, csak hogy megmutassam, hogy miről beszélünk, hogyha valaki nem tudná, hogy mi a... hogy néz ki a VLC. Na, mindjárt elindul, remélhetőleg a gépemen, csak kicsit elő kell minden. Igen, mindjárt, itt van. Na, így néz ki a VLC player alapból. Itt így mozgatom. Nem teszem ki teljes képernyőre, hanem így mutatom inkább, hogy lássák. Mutathatod. Így, ez a VLC player. Jó, ha valaki nem ismerné. És hát ugye sok mindenre jó, tehát ha megnézzük, hogy miket tud itt a médiánál, akkor itt azért lehet vele DVD-t nézni, hálózati adatfolyamat megnyitni, tehát videó streameket, audio streameket, lehet vele felvenni, hogyha van digitalizáló kártyátok, képes rögzíteni is, illetve a közvetíteni, tehát lehet vele videót streamelni, úgymond, de akár hangot is, és lehet vele konvertálni, tehát átalakítás mentés, ami olyan, hogy betöltesz egy videót, és csinálsz be egy másik formátumot. Tehát erre is alkalmas a VLC player. Meg annyi dologra, úgyhogy aki nem ismerni, tényleg töltse le, videolan.org, ingyenes, bármilyen rendszerre letölthető, próbáljátok ki. Nem szükséges onnantól kezdve se kodeket, se semmit telepíteni a gépre, hiszen a VLC saját magába foglalja a kodekeket, tehát saját videó lejátszó kodekek, audio és videó lejátszó kodekekkel rendelkezik. Rendben, megyünk tovább, kiderül, hogy mennyit kell fizetni a Windows 7 frissítésért majd a jövőben. Ugye beszéltünk róla, hogy jövőre megszűnik a teljes támogatása, és ez nem jelenti azt, hogy a teljes operációs rendszer eltűnik a palettáról, de a Microsoft kitalált erre egy üzleti modellt, méghozzá azt, hogy aki a továbbiakban is szeretné használni, hát ez ugye főleg cégeknek, akik még olyan szoftvereket használnak, ami Windows 7 kompatibilis, vagyis hát csak azzal kompatibilis, akkor, hogy ne legyen probléma, a jövőben is kapnak biztonsági frissítéseket, ám de ezekért fizetni kell. Mint arról korábban már esett szó, a Microsoft a jövő év elejével meg fogja szüntetni a Windows 7 nyilvános támogatását, amit követően csak azok tudják majd továbbra is biztonságosan használni a rendszert, akik külön fizetnek ezért. A hét elején kiszivárgott, hogy Redmond pontosan mennyit is fog kérni ezekért, és hát bizony keményen a zsebébe kell nyúlni annak, aki nem akar a Windows 10-re frissíteni. Tehát már csak ezért is érdemes frissíteni. Tudom, vannak olyan szoftverek, amik esetleg csak a régi rendszeren működnek, és ezért nem frissítenek sokan meg csak dacból nem frissítenek. Ugye tegnap volt egy hír, hogy megint fölfelé növekvő ágban a Windows 7 használóknak a száma, tehát hogy megint valamiért egy páron visszatértek rá, illetve egyébként én pont ma szembesültem egy cég esetében, egy nyomtató, egy nagyon régi nyomtató val kapcsolatban. Magát a nyomtatót kellene javítani, mert hogy elromlott, mert egy viszonylag régi nyomtatóról van szó. És azért használják csak azt a nyomtatót, képzeljétek el, mert hogy az a program, amit használnak, ilyen félig DOS-os, tehát még csak nem is Windows-os, hanem DOS-os verzió program, csak és kizárólag LPT portot támogat. Tehát, hogy most vegyél már LPT portos nyomtatót manapság, tudom, lehet kapni, sőt, lehet kapni átalakítót is, de hát azt azért működésre bírni nem olyan egyszerű. Tehát, hogy ahelyett, hogy az ember egy új szoftvert szerezne be, most legyen szó könyvelési szoftver, mert azokkal szokott általában a legtöbb probléma, hogy régi cégek még régi könyvelő szoftvert használnak, nem hogy átimportálnak az egészet valahogy egy mai korszerűbb szoftverbe, vagy Excelbe, vagy tök mindegy mibe, nem, használják még mindig, mind a mai napig ezeket a régi szoftvereket, és csodálkoznak, hogy a mai operációs rendszerek nem támogatják. Inkább vásárolnak, vagy olyan megoldásokért fizetnek, hogy hogyan butítsunk vissza egy mai hardvert, hogy működjön a régi szoftverrel, sok-sok pénzt kifizetnek ezért, ahelyett, hogy inkább egy új szoftvert vásárolnának, és átállnának arra. Szerintem már jóval olcsóbb lenne egy új szoftvert vásárolni, mint hogy a hardverekkel állandóan szórakozni, hogy most működésre bírni őket DOS alatt. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy az informatikának is megvannak a határai, meg a rendszergazdák, illetve az IT-sok tudása is tudám véges lenni, szóval
megszenvedünk vele néha rendesen, és persze el is kérjük megfelelően a kis díjunkat érte, mert hát ha ilyen feladatokat kell végezni, akkor az fizessék is már ugyan meg. Miközben hangsúlyozzuk, hogy ez sem nekik nem éri meg, sem nekünk annyira. Tehát, hogy igazából arra kéne rávenni a cégeket, hogy kicsit gondolkodjanak, és logikusan alakítsák át az IT infrastruktúrát. Ha már tanácsadókat és IT-sokat alkalmaznak, akkor gondolom én azért teszik ezt, hogy hallgassanak az ő tanácsaikra, nem? De vannak, akik nem így gondolják. Na de térjünk vissza a Windows 7-re. Azért az még mondjuk nem egy olyan nagyon régi szoftver, tehát most nem is feltétlenül a Windows 7-re hegyeztem el mondani valómat ki, hanem, mint mondtam, vannak olyanok, akik még DOS-os szoftvereket használnak. Nem is értem. Szóval a Windows 7 Pro-kat már az első évben is csak $50 összeg kifizetését követően lehet majd továbbra is frissíteni, de például 2021-ben már kétszer ennyi, tehát $100 lesz, 2022-ben pedig $200, tehát minden évben megduplázza az árát gyakorlatilag a biztonsági frissítéseknek a Microsoft, ezzel is ösztönözve, hogy nem feltétlenül biztos, hogy $200 megéri kifizetni majd két év múlva Windows 7-ért, amikor igazából töredéke áron, na jó, töredéke nem, de mondjuk ennyiből, vagy ennél egy kicsit olcsóbban már kapsz Windows 10-et. Tehát, hogy az Enterprise licenszekkel rendelkező cég, mert ugye most a Pro-ról beszéltünk, ugyanakkor némileg olcsóbban ússzák majd meg a dolgot, legalábbis egy gépre vetítve. Náluk ez a díj csak $25 lesz az első évben, 2022-ben is csak $100 lesz, mivel azonban a Windows 7 ezen változatát csak a több ezer vagy több tízezer gépre telepítő vállalkozások kapják csak meg, meg persze aki letölti a torrentről, de hát az ne is csodálkozzon. Ők is vélhetően dollárok százezreit költik majd arra, akinek persze ez legálisan van meg, hogy ugye tudja használni majd a továbbiakban. És legkésőbb 2023. januárját követően azonban nincs többi appelláta, a további javítások hiányában elkerülhetetlen lesz a váltás, ugyanis még pénzért sem fogja frissíteni biztonsági szempontból a Windows 7-et a Microsoft, tehát még van igazából konkrétan nagyjából 4 év, illetve hivatalosan 1 év, de onnantól még van 3 pluszba, amikor pénzért cserébe lehet majd még frissíteni. Mint mondtam, a Pro, illetve az Enterprise verziókat az otthoni felhasználók ugyanakkor már jövő év, tehát 2020 elején kénytelenek lesznek majd átállni egy új rendszerre, mert a Home verziók bizony nem fognak frissülni a jövőben, még akkor sem, ha fizetnétek esetleg érte, mert nem tudtok. Nem fog frissülni. Jó. Egy Google-ös bővítményre hagy hívjam fel a figyelmet, nem nagyon szeretem a bővítményeket, de vannak kimondottan hasznos bővítmények. Ugye az elmúlt hetekben kiszivárgott, illetve hát már régóta az kiszivárgott, de az elmúlt hetekben elég nagy port kavart, ugye több milliárd jelszó és e-mail cím kiszivárgás kapcsán ugye felmerült a kérdés, nagyon sokakban én is kapok rendszeresen ezzel kapcsolatos kérdéseket, mint tőletek, mint pedig egyébként különböző cégektől, akiknek esetleg dolgozunk, hogy hát ők megtalálták a saját e-mail címüket ebbe a bizonyos adatbázisba. Ugye a haveipwned.com oldalon meg lehet nézni, hogy titeket meghackeltek-e, és hogy ilyenkor mi a helyzet, mire vigyázzunk, hogy oldjuk meg, hogy kikerüljünk ebből az adatbázisba. Jelentem aláson azt sehogy. Tehát hogy az, hogy kikerüljetek az adatbázisba, az sehogy, hiszen ezt egyszer már benne vagytok, tehát benne maradtok, annyit lehet csinálni, hogy az e-mail címeteket megváltoztatjátok. Továbbiakban pedig egyébként ez kicsi félreértésre ad okot, tehát egy kicsit hagy magyarázzam meg, az, hogy benne van az e-mail címetek, és esetleg egy jelszó, hozzátartozó jelszó ebben az adatbázisban, ezek között a kiszivárgott hozzáférések között, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az e-mail fiókotokat hackkelték meg, ugyanis ugye ezek azok a jelszavak és e-mail címek, amikkel esetleg regisztráltatok bizonyos szolgáltatásokra, mondjuk az Adobe-ra, a LinkedIn-re, Twitter-re, csak mondtam három olyat, amelyik szolgáltatásoknak a hozzáféréseik ugye megtörték nemrégiben hackerek és nyilvánosságra hozták, illetve nemrégiben, hát évekkel ezelőtti adatbázisok is elérhetők. Tehát még egyszer mondom, nem az e-mail törik ilyenkor meg, hanem az
az e-mail címed lesz ezáltal úgymond nyilvános, elérhető, és egy hozzátartozó jelszó, ami nem feltétlenül biztos, hogy azonos azzal, amit te egyébként a postafiókodnál használsz. Tehát, hogy lehet védekezni? Először is biztos, hogy tessék megváltoztatni az e-mail címetekhez tartozó jelszót, bármelyik szolgáltatásnál, és már onnantól kezdve védve vagytok, mert nem az az e-mail cím jelszó páros fog működni, ami egyébként az adatbázisban szerepel. Most az, hogy önmagában ez benne marad, az egy dolog, az összes ehhez kapcsolódó szolgáltatás, hát ez azoknál ciki, akik mondjuk ugyanazt a jelszót használják mindenhol. Tehát ha ugyanaz volt a, mondjuk a Gmail belépésednek a jelszava, mint mondjuk az Adobe-nál használt regisztrációt hoz a felhasználói neved, illetve az e-mail címethez tartozó jelszó, akkor bukta, mert akkor valóban föl lehet törni a postafiókodat is. Tehát, hogy mindenképpen tessék jelszót váltani, és akkor ezt így el lehet kerülni. Na de, ez a bővítmény, ez arra lesz jó, mert hogy igazából ebből indultunk ki, hogy szólni fog, ha olyan jelszót használsz, vagy olyan szolgáltatási területre lépsz, és olyan jelszóval próbálsz belépni, ami esetleg nem változtattál még meg, és benne van ebben az adatbázisban, tehát szólni fog, hogy bizony te fel vagy törve, és nem változtattad meg a jelszavadat, tehát innentől kezdve van a probléma. A Google ugye az utóbbi idők brutális adatszivárgásainak tükrében, és nyilvánvalóan a biztonságos internet napja alkalmából, a tegnapi nap elérhetővé tette egy olyan bővítést a Google Chrome böngészőjéhez, tehát ez egy saját bővítmény, ami ha megakadályozni nem is segít a jövőbeni hasonló eseteket, de legalább az abból adódó károkat segít majd korlátozni. A Password Checkup nevű bővítmény ugyanis automatikusan értesíti majd a felhasználót, ha kiderül, hogy a bejelentkezési azonosítóit a hackerek esetleg ellopták valahonnan. A bővítmény akkor lép majd működésbe, ha a felhasználó megadja a bejelentkezési adatait egy weboldalon, ekkor megpróbálja a bővítmény megkeresni azokat az időközben ismerté vált lopott jelszavakat tartalmazó adatbázisokat, és ha megtalálja benne ugye a jelszavunkat vagy az e-mail címünket, figyelmeztetést jelenít majd meg a felhasználónál, és egyben javasolja a kiszivárgott jelszó azonnali megváltoztatását, amit egy klikkeléssel meg tudsz tenni majd. Tehát, hogy gyakorlatilag ő rögtön oda is irányít arra a szolgáltatásra, és meg is tudod változtatni a jelszót. A Google egyébként egy másik fejlesztést is bejelentett a bővítéssel egy időben, amit azonban a végfelhasználók nem tudnak majd közvetlenül használni, ehelyett a cég által Cross-Account Protection-nek nevezett eljárást a weboldalak, illetve alkalmazások üzemeltetői tudják majd használni arra, hogy értesüljenek arról, ha a felhasználók valamilyen biztonsági incidens áldozatává váltak, amikor is maguk is javasolhatják majd például a jelszavak lecserélését az érintett látogatók számára. Magyarul weboldalakba is be lehet majd építeni ezt, illetve hát már most is, mert mint mondtam, elérhető ez a szolgáltatás, be lehet építeni a weboldalba, és bármilyen olyan a weboldal esetleg, amit üzemeltetsz te magad, ha a felhasználód olyan e-mail címet használ, és olyan jelszót, ami ebben az adatbázisban szerepel, akkor figyelmeztetés küld neki, hogy bizony ez jó lenne, hogy ezt megváltoztatnád, mert ezek ismertek, ezek az adatok. A Google új Password Checkup bővítményét a Chrome felhasználók természetesen a Chrome áruházból tudják letölteni, ez itt található, tehát ugye a Chrome Web Store Password Checkup, és egyszerűen hozzáadjátok a Chrome-hoz, én hozzá is adom szépen, bővítmény hozzáadása, és innentől kezdve már működik is, ennyi volt. Gyakorlatilag itt jelzi is, hogy innentől kezdve figyeli majd a jelszavakat. Jó? Megyünk tovább. Lehet örülni, megérkezett a Facebook álom funkciója, amire már nagyon sokan régóta várnak, hónapokig tartott a bevezetése, de most végre itt van, a világ több pontján már működik a Messengerben írt üzenetek küldés után való törlési lehetősége. A funkció, ahogy szokott lenni, fokozatosan kerül bevezetésre, tehát van, akinek már működik, van, akinek még nem. Valószínűleg egy Facebook funkció elkészítését sem előzte meg akkora várakozás, mint az, ami most ugye van.
van. Ugye az elküldött üzenetek utólag is törölhetők, legalábbis egy ideig. A várakozásnak azonban vége, a Facebook csapata tegnap hivatalosan is élesítette a sokak szerint életmentő újdonságot, amely több helyzetben is hasznos lehet. Jó szolgálatot tehet például akkor, ha valaki rossz címzetnek küld valamit, vagy akkor is, ha a szöveg ugyan a megfelelő partnerre landolt, de a leütések rossz információkat tartalmaznak, tehát mondjuk rossz telefonszámot küldtél el, vagy esetleg meggondoltad magadat, mégse akartad azt írni, és inkább visszavonod. Ha 10 percig meg tudod magadat gondolni, akkor eddig van erre lehetőség, ugyanis 10 perc után már nem visszavonhatók az üzenetek, akkor sem, ha nem olvasta el az illető. Ha meg elolvasta, akkor a 10 perc is oka fogyottá vált, mert ugye minek törölnéd, ha már úgyis a másik oldalon megkapták. A funkció megjelenését a tavaly áprilisi botrányhoz köthető, amikor a Facebookot érintő adatszivárgási ügyek során egy újságíró arra lett figyelmes, hogy a Facebook felső vezetőitől, közöttük Mark Zuckerbergtől érkezett válaszok közül több is eltűnt a fiókjából. Akkor derült csak fény arra, hogy a Facebook belső köreihez tartozók utólag is törölni tudják az elküldött elemeket. Ja, egyébként, tehát hogyha már, akkor is lehet ott törölni, hogyha az illető már megkapta, tehát ez onnantól kezdve, mert az előbb azt mondtam, hogy akkor már nincs értelme. Csak nincs értelme. Tehát, hogy ugye maximum nem marad nyoma, ugye, tehát azért, de hát ha valaki csinál egy screenshotot róla, vagy lementi azt az üzenetet, akkor már mindegy. Tehát, ha elküldted a barátnődet, vagy a barátodat a francba, akkor, és ezt 10 perc múlva még meggondolod magadat, akkor letörölheted, meg utána is letörölheted, csak éppen, ha már elolvasta, akkor mindegy. Mert nem? Tehát, hogyha ő már elolvasta, és tudomásul vett, hogy te mit írtál neki, akkor már olyan mindegy, hogy most kitörlöd-e vagy sem. A Facebook, tehát ezek után egy emberként kezdték el követelni ugye a funkció bevezetését, miután Zuckerbergnél is láthatták, és még hónapokkal a botrány kipattanása után sem kapcsolták be, de most végre igen. Ennek értünk most tehát a végéhez, ugyanis tegnap világszerte élesítették az újdonságot. Az üzenetek törléséhez előbb az adott szövegre kell nyomni, majd az újonnan megjelenő ablakban felkínált lehetőségek közül kell kiválasztani. Itt dönthetünk úgy is, hogy csak a saját szemünk elől szeretnénk eltüntetni a beírtakat, ezt ugye eddig is meg lehetett tenni, vagy az üzenetben résztvevő többi partner elől is, tehát ez valószínűleg a csoportos üzenet küldésnélre is igaz lesz. És a funkció, igen, tehát működik ezeknél is, és természetesen Androidos, iOS-es készülékekkel is használható, tehát magában a Facebook Messengerben is működik, nem csak a webes felületen. Fontos tudni, hogy a funkciót, tehát még egyszer a küldést követő 10 percen belül lehet csak használni, az időtartam lejárta után a beírt szöveg örökké megmarad. Az újdonságot szokás szerint nem egyszerre vezetik be, tehát hanem folyamatosan kapcsolják be a felhasználóknál, ha valakinél még nem látszódik, az ne aggódjon, előbb-utóbb mindenkinél be fogják kapcsolni. Jó? Okay. Javították a FaceTime hibát. Az új iOS 12.1.4-es frissítése megoldotta az Apple történetének legkínosabb iPhone hibáját. Ha valakitől, hát a magánélet védelmére oly kényes Apple-től igazán nem várta a techvilág, hogy az egyik fontos alkalmazásában, ugye a FaceTime-ban egy olyan hiba legyen, ami lehetővé teszi a kémkedést a felhasználók után. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy miután felhasználói oldalról is felfedezték a hibát, és több csatornán keresztül is jelezték az Apple-nek, a cég nem csinált semmit, vagy ha csinált is házon belül, erről semmit sem kommunikált. Nem csoda hát, hogy dagadt a botrány. A New York-i főügyész is vizsgálatot rendelt el az ügyben, sőt várhatóan csoportos perekkel is szembe kell majd nézni az Apple-nek. A problémás funkciót gyorsan kikapcsolták, de persze az igazi megoldást nem az jelenti, hanem egy már nagyon várt, kicsi elhúzódó frissítés, most viszont érdemes résen lenni, az iOS 12.1-es, illetve annál újabb verziót használóknál bármelyik pillanatban megérkezhet a 12.1.4-es verzió, amire érdemes azonnal update-elni. Ezt a beállítások általános szoftver frissítés útvonalon lehet megtenni. A frissítéshez Wi-Fi-re van szükség, illetve arra, hogy a készülék legalább 50%-ig fel legyen töltve, vagy töltő legyen. Tehát ezt gondolom az iPhone-osok jól tudják. Miért? Mobilnetről nem frissül le az iOS? Tényleg? Tényleg?
de gagyi. Na mindegy, szóval frissítsetek, ez a lényeg, és ha már itt tartunk, azért, hogy legyen egy kis plusz információ ezzel kapcsolatban, azért nem igaz az, hogy az Apple nem reagált, legalábbis ez idáig nem reagált erre a hírre, már úgy értem, hogy a felhasználóknak a panaszára, mert hát ugye kijavította, tehát logikus, hogy reagált, de magát a bejelentőt is megjutalmazza. Ugye a 14 esztendős Grant Thompson volt az, aki ezt bejelentette az Apple-nek, aki felfedezte ezt a hibát elsőként, sokáig ismeretlen volt az Apple előtt, most mégis őt éltetik, ugyanis ez az amerikai kisfiú volt, aki felhívta a cég figyelmét erre a nagyon komoly szoftver hibára, ugye a FaceTime rendszerében adódott egy gond, de olyan, amelyre az Apple történetében még soha nem volt példa, le lehetett hallgatni az iOS-es felhasználókat, sőt, akár videót is lehetett róluk látni, anélkül, hogy ők engedélyezték volna azt. És bár a cupertinoi cég kezdetben nem reagált a fiú megkeresésére, a CNBC most arról ír, a felfedezés nagy valószínűséggel komoly pénzjutalommal fogja meghálálni majd az Apple. Egy magas rangú cégvezető a lap szerint már fel is kereste Thompsonékat, hogy megérdeklődje, mivel tudnának köszönetet mondani a kis Grant munkájának. Mint a legtöbb technológiai nagyvállalat, az Apple is működtet úgynevezett hibavadász programot, amelynek a lényege, hogy pénzjutalomban részesítik azokat, akik valamilyen komolyabb szoftveres probléma létezését igazolni tudják. Hogy Grant mekkora összeget kap majd, azt még nem tudni, azt azonban igen, hogy a nagyobb találatok esetén akár 25 ezer, sőt, a még nagyobb esetén 200 ezer dollár jutalmat is kilátásba helyez az Apple. Itt most nem tudni, hogy melyiket fogja kapni. Tehát ha a fiúnak a minimális, vagyis a 25 ezer dolláros összeghatárt ítélik meg, még az is egész jó pénz, forintra átszámolva olyan 6,7 millió forintról beszélünk, de az Apple remélhetőleg nem lesz ennyire szűkmarkú, főleg azért, mert van is miből adakoznia, tehát hogy azért egy gyakorlatilag a világ legértékesebb cégéről beszélünk, és hát első itt egy olyan hibáról van szó, ami azért nem egy kis piszlicsáré hiba, hanem konkrétan az egyik legnagyobb manapság, legnagyobb botránynak számító adatszivárgás, meg lehallgatás, meg ilyenek, de mindenki ugrik, ugye? Tehát... Jó, de egy 14 éves gyerekről beszélünk, lehet, hogy kiszúrják a szemét egy Matchbox-szal, vagy egy új iPhone-nal, vagy nem tudom, tehát még ezt is el tudom képzelni, de nem akarok rossz májú lenni. Reméljük, hogy bőségesen megjutalmazzák majd Grantet, hogy felhívta erre a hibára a figyelmet. Azért az egyébként önmagában milyen ironikus és szomorú, nem egy 14 éves gyereknek kell felhívni a figyelmét. Hát gondolom más is részrevett egy idő után, de ő volt az első, aki ezt jelezte. Jó, hát csak nehogy úgy járjon, mint nálunk a BKK. BKK-t meghekkelő kisrác, ugye? Aki ingyen vett egy villamos helyet magának, aztán onnantól kezdve ő lett itt, nem tudom, pellengére állítva, vagy nem tudom, majdnem, hogy bűnösnek kiáltva, hogy ő hekkelte meg. Úgyhogy azért van különbség, azt gondolom, a két ügy között ilyen szinten. Na jó, van még egy-két érdekes statisztikám, illetve egy szakorvosi hírem is, méghozzá az okostelefon használat gerinc problémákat okozhat, ezt mondjuk azért sejthetjük, de hogy milyen komoly probléma, ez nem is gondolnánk, erről is majd később, ha beszélek, ha lesz még időnk, de most inkább nem fárasztalak ezzel benneteket, max, hogyha esetlegesen nem vagytok annyira aktívak, de én nézem is, hogy mennyire vagytok azok. Indítok egy Skype-ot, tv.fixhd, csörögjetek, illetve a Facebookon látom a hozzászólásokat, már amennyire látok én már ilyenkor. Edmond van, ja mindenkinek sziasztok, nem köszönök egyenként, ezt mindig elmondom. Max, ha valaki hozzáfűzi a mondani valójához, mint ahogy ezt Edmond is tette. Szia Wendy, hello Edmond! Az lenne a kérdésem, adott egy szolgáltatós router, oda is írtad, hogy a Magenta szolgáltató, ez a router ad életet a vezetékes telefonnak is. Ha én szeretnék egy másik routert rákötni, hogy annak a wifi-jét használjam, akkor a szolgáltatós routerbe mit vagy miket kell átállítanom kb. Hát két dolgot tehetsz. Először is szólsz a szolgáltató... Hát
vagy rútolod a rútot, vagyis hát a routerbe belekötsz egy routert, ugye, megcsinálhatod. Nem nagyon szoktam ezt javasolni, de lehet ilyet csinálni. Tehát magyarul az egyik portjába szépen belekötöd a routeredet, és akár LAN-on, tehát nem muszáj ezt újra rútolni, csak elviszed messzebbre mondjuk a routert, vagy nem is muszáj messzebbre vinni, hogyha csak azt akarod, hogy az adja a wifi-t, akkor a másikba letiltod, vagy akár azt is hagyod, mind a kettő azt fogja szórni. És ahogy itt a pénteki Restart Extra-ban is mutattam, most nem fogom még egyszer elmondani, mert azért csináltunk egy hosszú adást ezzel kapcsolatban, hogy ne kelljen magamat állandóan ismételni, de ahogy látom kell, egyszerűen megoldott, hogy összekötöd a két routert, és a megfelelő beállításokkal szépen megcsinálod, hogy ő is szórja az internetet, vagyis hát igazából a wifi-t, mint úgy. Jó? Telefonálónk van. Halló, halló! Szia, Vendi! Halló! Videókártya, illetve program, hibára szeretnék érezni. Igen? Ma, tegnap is tettem a legújabb verziót a GeForce-tal, utána pár perc múlva ki is írta, hogy a képernyőre ezt nem reagált, és sikeresen helyre állt. Előtte lefogyott a kép, meg elment a monitor, de utána visszajött. Mi okozhatja? Hát ilyet szokott csinálni alapból a GeForce-nak a drivere, vagyis hát ugye az Nvidia driver. Ha valamire elszáll az illesztő, akkor ezt szokta csinálni. De hát szokott ilyet, az, hogy ritkán, az egy dolog. Lehet, hogy most az új driverre már több gond lesz. Manuálisan frissítetted? A maga a GeForce program frissítette automatikusan. Aha, tehát fönn van akkor a GeForce Experience, és azzal frissítetted igen, le. Igen. Aha. De a rendszerbe szállítottam, a korábbi verzióban már nincsenek gondok. Hát figyelj, az igazság, hogy itt bekavarhat a Windows 10 a háttérbe. A Windows 7-et használok. Pláne. Hát akkor meg nincs hozzáfűzni való. Nem tudok mit mondani, ugye a Windows 7-tel kapcsolatban, tehát hogy ugye egy kivezetésre kerülő rendszerről van szó, tehát igen, simán elképzelhető, hogy az új GeForce driver, gondolhatod, hogy nem a 7-hez optimalizálják, hanem már a 10-hez. Tehát ez könnyen lehet, hogy a 7-esen okoz problémákat. Úgyhogy akkor vissza kell tenni a régebbit, ha azzal jól működött, és akkor nem kell frissíteni. Hát olyan sokat úgyse tudsz. Tehát, hogy azt, hogy lefrissíted, most a videókártya driver esetén pont nem olyan halál fontos a frissítés szerintem, mert ha működik az előzővel, és akkor most mivel lesz jobb, ha lefrissíted? Semmivel valószínűleg. Ha jönne egy következő driver frissítés, akkor orvosolhatná a problémát, ez működne szerintem? Lehet. Erre nem tudok neked 100%-os választ mondani, meg kell nézni. Tehát, hogyha majd jön egy, akkor ugye megint szól az experience, lefrissíted, aztán meglátod, hogy produkálja ezt a problémát. De egyébként meg az, hogy ilyet csinál néha, mondom, ez jellemző, ilyet Windows 10 alatt is szokott csinálni, mert ugye megint csak arról beszélünk, hogy a GeForce is egy ilyen, vagyis hát az Nvidia is egy ilyen általános drivert ad ki az összes videókártyához. Na most az, vagy az egyik videókártya jól veszi, a másik nem veszi jól, tehát hogy sajnos ilyen problémák előfordulnak egy-egy frissítés kapcsán. Úgyhogy érdemes igen megnézni, vagy várni, hogy jöjjön még egy frissítés, addig meg visszatenni az előző verziót. Ezt tudod tenni. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Hello, szia. Józs írja nekünk, szép jó estét, szevasz, jó a műsor, de a Barca Real Madrid se lesz rossz. Már akinek, én rühellem a focit, úgyhogy ezért lehet utálni, tehát nekem biztos rossz lesz. Vagy nem lesz rossz, mert nem nézem, tehát hogy nekem biztos nem lesz rossz. Annak lesz rossz, aki nézi, és nem az nyer, akinek esetleg drukkol. Na, annak biztos rossz lesz. Látjátok, én ezekből kimaradok. Én olyan jót fogok aludni, bármelyik is nyer, hogy puhú. Jaj. Na jó. Nem mondok ilyeneket, mert tudom, ezzel nem leszek népszerű, de fiú létemre utálom a focit. Most mit csináljam? Nem szeretem. Tehát, hogy 22 ember rohangálott egy labda után, azt köszönjük, és akkor nem tudom. Tehát engem ez nem vonz valahogy. Sosem vonz. Illetve, de azért fiatalabb koromban, amikor én fociztam, persze hobbiból, tehát nem semmi izé, csak az iskolában, azt szerettem. De jó kapus voltam egyébként. Beálltam a kapuba, akkor még nem voltam ekkora ráadás. Most is jó kapus lennék, most meg elfoglom a kaput gyakorlatilag. Tehát, hogy, de régebben azért nem voltam ekkora, és mégis egész jól tudtam védeni. Mert hogy így egész jó a hogy mondják ezt a mim? A reflexeim is egész jók. Bár az lehet, hogy már nem, de régen jó volt. Meg mi az a fájdalom érzetem, az nekem olyan kicsit olyan jó. Tehát már úgy értem, hogy jó, hogy nem bírom a fájdalmat. Na, tehát ha engem telibe rúgnak egy foci labdával, az úgy jó, nem mondom, hogy nem fáj, de nem sírom össze magamat. Tehát, hogy ettől. Úgyhogy rúgtak engem már eleget labdával.
Jaj! Ádám írja nekünk, mi a weboldal cím, ahol lekérdezhető az info? Melyik info? Hát ez egy nagyon általános kérdés. Ja, hogy meg vagy-e hackkelve? Haveipound.com. De egyébként beírod a Google-be és ki fogja dobni, hogy hol találod ezt a bizonyos database-t, adatbázist, vagy adatbázist, hát weboldalt, ami egyébként egy adatbázisból dolgozik. Aztán János, szia Vendi, a Windows 7-nek és a Windows 10-nek mennyiben tér el az erőforrás igénye? Jó a kérdés. Elvileg a gyári leírás szerint, meg a gyártó szerint semmiben, gyakorlatban meg nagyon sok mindenben eltért. Tehát, hogy azért nem igaz az a gyakorlatban, hogy ugyanazon a gépen, amin elmegy egy Windows 7, egy Windows 10 is elmegy. Illetve hát igaz, de valószínűleg nem lesz gyors egy bizonyos szint alatt. Memóriában mindenképpen több ajánlod bele. Tehát, hogy ha mondjuk 2 giga memóriád van, azzal egy Windows 7 egész jól elketyeg, még úgy is, hogy megnyitsz egy-két programot, de maga a rendszer nem eszik meg még egyet sem, és akkor még van ott 1 giga, amivel tudsz operálni, ami nem sok ugyan, de még mindig jobb, mint hogyha semmi nem marad. Márpedig mondjuk a Windows 10 esetén garantáltan a 2 gigát úgy a rendszer maga meg fog jönni, tehát utána meg mivel dolgozol, tehát hogy ilyen jellegű különbségek vannak, hogy nagyon picit ilyen szinten memória éhesebb, meg hát bizonyos hardvereken azért processzor igényesebb is. Persze, hogyha van, ez mondjuk egy jó mondat volt, tehát bizonyos hardvereken processzor igényesebb, tehát hogy értsük, egy mai gépen, tehát úgy értem a mait, hogy mondjuk egy i-széria, tehát egy Core i-processzoron, tök mindegy, hogy i3-asról, i5-ösről, i7-esről beszélünk, azokon már ilyen probléma nincsen. Nem mondjuk a Celeronokon, vagy a régebbi Core 2-es, vagy ilyen processzorokon, azért ott érezhetően CPU-ból is többet zabál. Úgymond indokolatlanul. Tehát, hogy a Windows 10. Tehát, ha ilyen géped van, ilyen régebbi géped, akkor inkább azt mondom, hogy használd a 7-et, mert azért az jobban fog rajta menni. Bár szerintem egy Linux még jobban, hogyha már a biztonságot is szeretnénk figyelembe venni, meg mondjuk azt, hogy egy szoftver mennyire új, tehát akkor már inkább egy új Ubuntu mondjuk, és akkor az nem eszik annyi memóriát sem, meg nem mondom, hogy nem eszik, eszik az is, csak korán sem annyit, mint mondjuk a Windows 10. Úgyhogy, meg hát persze itt az a baj, hogy nem is maga a rendszer az, ami többet eszik, hanem igazából tök mindegy, milyen rendszert használsz. Ha egy programot futtatsz, lásd egy böngészőt, amiben megnyitsz 80 weboldalt, az minden rendszer alatt ugyanennyit fog enni, mert maga a weboldal, illetve a böngésző eszik több erőforrást, érted? Tehát, hogy nem is annyira a számítógéptől függ. Jó. János írja nekünk, szia Vendi, mit és hol kell beállítanom, hogy bárhonnan el tudja mérni az otthoni gépemet, router mögül, köszi a választ. Hát de hogy akarod elérni, vagy mit akarsz rajtuk elérni, azért az sem mindegy, tehát hogy... Igen, tehát hogyha mondjuk mit tudom én... webszolgáltatást üzemeltetsz, vagy mit én üzemeltetsz, ez ugye hülye szó, de végül is így hívják, akkor magát a 80-as portot kell mondjuk az adott gépen kívülről, vagy belülről kifele irányítani, vagy kívülről befelé. Tehát az is egy dolog, meg más dolog az, hogyha mondjuk a számítógépet úgy szeretnéd elérni, hogy mondjuk, mit tudom én, ilyen távoli asztal kapcsolattal mondjuk, mert akkor arra vannak egyszerűbb megoldások is manapság, nem kell portokat irányítani, amit én föltesz egy TeamViewert, például, ami bejelentkezik ugye a TeamViewer szerverére, és akkor ott van egy azonosító, ami alapján össze tudja kapcsolni, és nem kell irányítgatni semmit, hanem ő hozzá tud kapcsolódni a TeamViewer klienséhez az adott számítógépnek, és akkor át tudja vinni úgymond távoli asztal kapcsolatként a te számítógépedre a másik számítógépnek a desktopját, és ott tudod állítgatni a dolgokat. Tehát, hogy én inkább azt javasolom, ez a legegyszerűbb módja, ha ilyen módon szeretnéd elérni a gépet. De ha szolgáltatásokat üzemeltesz, tehát FTP, vagy web, vagy valami, akkor kénytelen vagy portokat irányítgatni. Hát az pedig ugye a routerben kell megnézni a port forwardot, és az adott címet, amin egyébként elérhető vagy, a router külső IP címéről át kell irányítani a számítógépednek a belső IP címére, tehát már hogy annak a gépnek, amin fut az adott szolgáltatás. Erről is beszéltem pénteken, tehát érdemes megkeresni és megnézni, mert most itt hagyd ne mondjam el újra. Jó, de így tudod megoldani,
de mondom, ha úgy akarod, hogy a desktopot akarod látni, akkor gyakorlatilag azt is többféleképpen lehet, mert lehet a Windowsnak, attól függ persze milyen Windowsod van, mert ott is a Pro-tól elérhető csak a távoli asztal például, ha Home-od van, akkor nincs is ilyen, de például egy TeamViewer-t fölteszel, azzal minden meg van oldva, tényleg, mert ahhoz nem kell irányítgatni se semmit. Norman írja, hogy na, ezen a Restart videón is lesz dislike a foci miatt. Valószínűleg telesírom a párnámat majd otthon miatta, hogy dislike-olnak egy videót emiatt. András írja nekünk, szia Wendy, akartam klónozni a Windows 10-et SSD-re. Sikerült is. Pendrive-on egy új kép van. A kérdésem az lenne, hogyan tudnék róla bebootolni az átklónozott Windows-t. Köszi. Na tehát ha leklónoztad, egy pendrive-ra klónoztad le, ráfért? Tehát annyi adat volt, hogy ez neked egy pendrive-ra ráfért? Az a baj, konkrétan egyébként, hogy ez ugye annyira nem egy jó megoldás. Tehát, hogy pendrive-ról való bootolás egy komplett operációs rendszer esetén, azért ez a Linux-nál még oké, mert ugye a Live, tehát a Linux telepítők tartalmaznak egy úgynevezett ilyen kipróbálhatóságot, ezt Live CD-nek hívják. Azért hívják Live CD-nek, mert régenben CD-re voltak ezek írva, és akkor gyakorlatilag arról szólt, hogy betetted a CD-t, de egyébként ugyanezt csinálja a pendrive-val is, és el tudod indítani úgy a Linux-ot, hogy nem kell föltelepíteni, hanem egy ilyen egyszeri indítással elindul, tudsz benne dolgozni, de amint lekapcsolod, ugye pláne CD-nél még csak írni se tud adatot, mert hát ugye a CD le van zárva, arra már nem ír. Tehát, hogy egyszerűen nem tudsz beállításokat menteni, meg semmit, csak használni, kipróbálni tudod. Pendrive-nál már tud menteni is, de ezt most hagyjuk. És gyakorlatilag ugye így be tudta bootolni. A Windows-nál ez sajnos nem ennyire egyértelmű, mert hardware különbségek miatt nem feltétlenül biztos, hogy például az USB drivered, vagy az USB vezérlődnek a drivere, az egyáltalán mennyire hajlandó arról az USB-ről bebootolni a Windows-t. Van, amelyiknél működik, van, amelyiknél nem működik. De mivel a pendrive, meg a Vinyó, vagy SSD nem ugyanaz, innentől kezdve még ebből kifolyólag is lesznek problémák, tehát szerintem nem fog bebootolni. Ha ez egy külső merev lemez lenne, vagy ne adj Isten egy másik SSD, és azt dugod rá USB-n, akkor már nagyobb az esélyed, hogy bebootol USB-ről is, és az a rendszer fog menni, ami korábban mondjuk a régebbi SSD-den volt, vagy régebbi vinyódon, ami most külsőként van rádugva, de mondom, ez se 100%, hogy menni fog. Szóval a klónozás az ugye egy az egybe, legalábbis ha a klónozásnak a szószoros értelmét nézzük, és tényleg úgy klónoztad, mert nem írtad, hogy mivel klónoztad, akkor bitről bitre átvitte az adatot az egyikről a másikra. Mint mondtam, lehet pendrive-ra is, bár furcsálom, hogy mondjuk mit tudom én, van egy 128 gigás SSD-d, van persze 128 gigás pendrive, meg még nagyobb is, hogy te most azt úgy egy az egybe átpakoltad oda, tehát félek, hogy itt valami nem úgy van, ahogy van, tehát meg ha átklónoztad, akkor miért akarod róla bebootolni? Tehát ezt se értem. De nem feltétlenül biztos, hogy működik, ki kell próbálni, de szerintem nem fog bebootolni róla. De hát gondolom kipróbált, és nem bootolt meg, nem kérdeznéd ezt. Úgyhogy ez nem így működik, ezt tudom rá mondani. Tehát ha ezt külön betennéd a gépedbe, laptop, vagy asztali gép, nem derül ki. Ha ezt külön, és nem USB-n, hanem mondjuk ha egy másik merev lemezre, egy másik SSD-re klónoznád, és azt beteszed a gépbe, akkor arról be tudsz bootolni, az működni fog. De pendrive-ról nem valószínű, hogy működni fog, vagy legalábbis kicsi az esélye. Aztán Krisztián írja nekünk, hogy... Ja, csak közben jönnek kérések itt a Skype-on. Miért nem csörög? Már megint a Skype nem csörög ki nekem. Nem látom, ha csörög. Na mindegy. Majd akkor időnként ránézek. Szóval szevasz, Wendy, miért van az, hogy a TV böngészőben a Face-en megy a saját oldalatokon, nem megy az adás? Jó a műsor, mint mindig. Nem tudom. Hát ugye a Face-en mennek a Facebook videó, live is, a mi oldalunkon meg nem megy. Nem tudom.
próbáld meg a TV böngészébe a smartot beírni, tehát ne a weboldalunkon lévő linkre kattintgass, hanem ugye oda ki is van írva időnként ide alám, hogy smart.fixhd.tv, azt tessék beírni. Vagy hát ez böngészőtől függ, ugye, tehát ugye a TV böngészők között is van olyan, amelyik használja, még akár még lehet, hogy a Flash-t is ismeri, van amelyik ugye HTML5-ös, van amelyik csak a natív, ugye HLS streamet ismeri, erre való a smart.fixhd.tv, de megpróbálta az m.fixhd.tv-t is beírni, a mobilos. Más ötletem nincsen, hogy tehát nem lehet mindenre rászabni. A Facebook meg tudja oldani, igen, mert nekik vannak speciális apiai, amivel ő ki tudja deríteni, hogy milyen böngésző, milyen megoldásokat használ. Mi ezzel nem foglalkoztunk. Tehát nálunk van millió meg egy elérhetőség, valamelyiket tessék kipróbálni, hogy valamelyikkel csak működik egyébként. Jó, az enyém, például az én otthoni okos tévém, okosnak nevezett, de régi okos tévém, az például simán játsz a smart.fixhd.tv oldalon lévő streamet. Tehát, hogy múltkor is direkt kipróbáltam, mert többen kérdeztétek, valamilyen nem ment, ugye, aztán kiderült, hogy egy betű el volt írva, nem tudom, ki írtal és miért. Hogy kerül, milyen megfontolásból került odébb. Egyébként egy pont került bele, nem, egy kettős pont. Egész pontosan még egy került bele valahogy, nem tudom, hogy hogyan. Azért nem ment a stream, most már megy. Újra. Kidibagoltam. Itt van Józsi velem Skype-on. Hello, Józsi! Hello, Wendy! Szia, parancsolj! Meg akarnák osztani egy tapasztalatot a kínai mobilokkal. Na! Vettem egyet, állítólag iPhone X clone. 129 euró Amazonnál. Aha. És minden működik gyönyörűen, szóval a MediaTek Octa Core processzor van rajta. 4 giga memória, 32 giga belső tárhely, gyönyörűen működött minden, addig még lekapcsoltam, hogy bekapcsoltam. Aha. De még utána mit történt? Nem tud a wifi-re menni. Egyszerűen kidobja a wifi. Aha. És hát kiderítettem, hogy állandóan változtatja a Mac címét. Meg tudod, a matand össze. Há, igen. Fú, az érdekes. Állandóan, és nem lehet kikapcsolni. Hogy a Mac címe... Nem, mert utána a router, persze. Aha. Hát ez is érdekes dolog, hogy miért csinál ilyet, mert valószínűleg azért, mert olyan hálókártya van benne, aminek az nem, úgymond nincs engedélye, vagy nem engedélyeztetett. Mert ugye elvileg a Mac címeknek az első három karakter sorozata, tehát az első három kettős pontig úgymond, az a gyártót határozza meg. Ezt meg lehet nézni egyébként, hogyha mondjuk az Intel hálókártyáknak mindegyiknek ugyanúgy kezdődik a Mac címe. Ugyanez van a Broadcomoknál, az Aterosnál, stb. Ugyanaz a Mac cím, a Realtek-nél. Na most, ha ez állandóan változik, akkor gondolom ezt, hogy el akarják rejteni valamiért, vagy azért, mert nincs neki tényleg fizikai címe, ami ugye, tehát mindig klónozott. Van beállítva. Tessék? Állítólag néztem a neten, utána néztem. Igen. Állítólag nullák vannak beállítva. Ezért mondom, nincsen, tehát magyarul nincs neki, mindig klónoz magának egyet, hogy elrejtse magát. A kérdés, hogy ki elől. Szerintem a hatóság, kínai hatóságok elől kb. Nem szabad ilyen telefont venni ezzel, megint erre hívjuk fel ugye a figyelmet, hogy olcsó húsnak híg a leve, nem tudok rá mit mondani. Hogy ezzel mit lehet csinálni, nem tudom. Mindent tudom. De megkapcsoltam, már nem tudom, nem megettem a wifi. Értem. Más címe volt. Aha. Gyönyörű. És ott írták, hogy meg lehet csinálni, fix neked adsz neki, de viszont ahhoz meg kell rútolni. Hát jó, hát ha megrútold az Androidot, akkor sok mindent meg lehet vele csinálni, bár egyébként ennek a telefonnak már szerintem az se árt. Ha alapból nem rútolt egyáltalán. Nem rútolt? Nem, én megvértem direktet eszelőve. És megvettem, van hozzá egy program is külön egy nap, amivel be lehet állítani fix neked. De most komolyan egy átlag felhasználónak azt gondolják, hogy ezt fogja állítgatni? Hogy egyetem föl tudjon menni a wifi-re? Tehát, hogy oké, hogy te úgy nagyjából úgy vágod, hogy miről van szó, és utána mész, meg utána nézel, és találsz is rá megoldást, de most egy laikus felhasználó, aki azért vesz egy telefont, hogy használja, az valószínűleg nem fog ennek utána menni, vagy lehet, hogy azt se tudja, hogy mi az a MAC address. Érted? Tehát, hogy... Jaj.
Na mindegy, visszaküldtem a készüléket, mert havernak vettem, befekszik a klinikán, beteg. Uh-huh. Attól vegyek neki egy mobil 130 euróig, Amazonnál rendeltem. Uh-huh. Aztán kipróbáltam, addig még is kikapcsolva a telefon, addig működik. Gyönyörű. Ahogy kikapcsolom, akkor már kész annyi. Annyi a megér, nem tudom, mit illetve. Mindig újra meg kell adni a jelent. Jó, hát igen. Jó van. Hát Józsi, köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Ez is egy tanulság mindenki számára, hogy ne vegyünk ilyen telefonokat, ha lehet, jó? Tehát ilyen nagyon noném, mert most már van egy-két kínai márka, ami jó, tehát azért most már hallunk itt a Restartban is, én is szoktam mondani, azért a Xiaomi, a Vivo, a Huawei, vagy ugye annak a most már ugye annak is ott van az Honor márkája, ami hivatalosan európai piacra szánt, vagy akár ugye a Xiaomi-nak és a Redmi, mint almárka. Ezek most, és ahhoz képest, hogy kínai modellek, vagy a ZTE, ugye halljuk ezeket a márkákat, na ezek azért már ismertebbek, ezekkel ilyen probléma nem, nagy valószínűséggel nincs, bár ugye halljuk, hogy a Huawei is milyen botrányokba fullad mostanság, de ugye erről meg tegnap beszéltem, hogy valószínűleg nagyobb a füstje, mint a lángja ennek a dolognak, tehát hogy majd a konkrét bizonyítékot felmutatnak akkorban, miről beszélni, addig csak üres vádaskodás. Úgyhogy, de az ilyen teljesen no-name telefonokkal azért vigyázzunk. Jó? Rengeteg pus van belőle, és S9-nek hívják. Hűha! S9, ami egyébként az iPhone-nak a klónja, ez rosszul kezdődik. De utána néztem, állítólag a iPhone X-nek a klónja. Mm, hát azért mondom, tehát, hogy ne. De minden, szóval semmi gond, csak el a bifivel van ott. Ja. Jó van, köszi Józsi! Hello! Szia! Megyünk tovább, írja nekünk István, hogy szép estét minden nézőnek, hát hasonlóképpen neked is. Anita is itt van velünk. Chester írja azt, hogy Max akkor éri meg a régebbi OS, ha azon a régi verzió programokat is használsz, amelyek még nem olyan erőforrásosak. Hát de milyen? Vagy nem tudom. Tehát sok ilyen van persze, még 5 évvel ezelőtti játék, az valószínűleg nem lesz nagyobb gépigénye soha. Ha 5 éve ment, akkor 5 év múlva is fog menni ugyanazon a gépen, ha még a gép működik. De mondjuk, ha netezel, ott azért fel kell arra készülni, mert én is rengeteg mondtam, hogy netezésre jók még az a régebbi gépek is. Kezdem lassan visszavonni ezt a mondandómat, mert egyébként pont, hogy netezésre nem lesznek lassan alkalmasak egyébként a régi gépek, mert egyszerűen a böngészők, illetve nem is önmagában a böngésző, hanem az, hogy egy-egy web tartalom mennyi memóriát megeszik, az, ami lassan a szűk keresztmetszet ilyen szinten, tehát hogy megnyitsz 5 oldalt, és elfogyott a memória. Tehát, hogy mindenképpen egyébként, lehet, hogy a régi géppel önmagában nincs is gond, tegyél bele plusz memóriát, és akkor nincs baj. Aztán András, nem pendrive-ra klónoztam, vagyis majdnem egy másik SSD M2-esre, csak ilyen USB-s átalakítóval, vagy micsodával, tehát ha úgy vesszük, akkor pendrive-ra. Nem. Nem, keverjük a szezont a fazonnal. Az, hogy USB-s átalakítóval, de SATA-ra alakítod át, az egy külső merev lemez, az nem pendrive, de értem, hogy mire akarsz gondolni. Na, arról lehet, hogy bebútol, de nem biztos. Ott is mondtam, nem feltétlenül biztos, mert sok mindentől függ, a SATA, vagyis az USB vezérlőtől függ leginkább. Ha az alapszinten, chipset szinten támogatott, akkor általában bebútol róla. Ha nem, tehát hogy szoftveresen kell életre kelteni a Windows-ban, akkor viszont nem biztos, hogy elbebútol róla, vagy működik róla. Tehát az elején elkezdi tölteni, és akkor így egyszer csak megáll, és nem történik semmi. Ez az egyik eset, vagy egyáltalán el se kezd róla bútolni. Tehát ezek szoktak általában problémák lenni. Aztán Clarkson írja nekünk, nincs reggelente restart ismétlés, és ez baj. Ott vannak az illetékesek néha, akik itt velem szokták készíteni a műsort, meg ugye abban a kis csodálatos számítógépben, ami itt van a hátam mögött, oda kéne bepakolni, csak nem mindig sikerül. Ugye? Ez a probléma. Mert egyébként meg van restart ismétlés, azt hiszem pénteket kivéve, pénteken majd más műsort ismétlünk reggel, de egyébként van.
restart ismétlés. Amúgy meg a restartok fölkerülnek a YouTube-ra, ergo a weboldalunkra, tehát a műsor után egy pár órával, ha csak nem felejtjük el azt is megint föltölteni, ugye már, akkor általában ezek megnézhetők már, akár már éjszaka, tehát a reggel se kell megvárni. Sőt, még tovább megyek, mivel a restartok élőben mennek a Facebookon, ezért akkor, hogy vége a műsornak, ami most következik egyébként be, körülbelül 3 perc múlva az egész restart visszanézhető a Facebookon. Tehát, hogy igazából nem maradsz restart nélkül, tehát lehet keresni a KK-n a csomót. Emberek vagyunk, néha hibázunk, de ettől függetlenül mindig van megoldás. Tehát ennyi platformon ott lenni, azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy bárki, aki akarja, nem találná meg ezt a műsort. Na, és találjátok meg holnap is, mert hogy holnap folytatjuk, akkor is ebben az időben, ugyanitt a Facebookon, a TV-ben, meg minden platformon, amin ott vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!